Szeretettel köszöntöm a 3K nézőit. Engedjenek meg egy rövid bemutatkozás. Kongressz Gábor vagyok. Itt állunk Bölcske központjában, történelmi központjában, mondhatjuk így, a református templom szomszédságában. Azért itt, mert tulajdonképpen 2006-ban csapadékvíz elvezetési munkálatok közben alapfalakra bukkantak az árokások, és kiderült, hogy ezek a falak tulajdonképpen Bölcske középkori templomának az alapfalai. Bölcskéről aztán érdemes tudni, hogy az első említése 1291-ből származik, harmadik Andrásnak köszönhetjük, aki az említett év október 7-én napján itt járt Bölcskén, és 2014-ben ezt a község önkormányzata egy szoborral is emlékezetessé tette. Visszatérve a templomunkra, kiderült a régészeti kutatások alkalmával, hogy az első templomunk egy sárból és veszélyből font fallal döngölt alapozással készült templom volt. Majd ezt a későbbiekben egy kőből épült egyenes szentélyzáródású román stílusú templom követte, és a község lakóinak a gazdagodása következtében ezt a templomot később kibővítették. Köszönhette ezt a település egykori birtokosának is, a Rátótnembeli Paksi családnak. A család egyes tagja, Paksi Imre, részt vett Luxemburgi Zsigmond császárrá koronázásakor 1433-ban Rómában, és itt a pápától különböző engedményeket kaptak a király kíséretében, illetve császár kíséretében lévő földesurak. Paksi Imre három templomra kapott kedvezményt, és köztük a bölcskei Szűz Mária tiszteletére szentelt templomra is. Valószínű, hogy ekkor látják el a támpillérekkel, és a kor ízlésének megfelelően a gótika jegyében építik újjá. Később a forrásokból kiderül, hogy még a család címe is látható a templomon. A család egyes ága temetkező helynek is használta a templomot. 1508-ban középkori templomba helyezik örök nyugalomra a csecsemő korában elhunyt Paksi Kristófot. Talán érdekesség, hogy meg kell említenünk a testvérét is, Paksi Jób személyét, aki feltehetőleg itt született Bölcskén, és ő a katonai pályát választotta, és 1552-ben Bornemissza Gergely társaságában Egerbe vezényelték, és részt vett a híres várvédésben. És talán még egy érdekes momentum a középkori templommal kapcsolatosan. 1745. augusztus 20-án villámcsapás következtében leég, és az 1724-ben keltezett anyakönyvekben megörökítették az adakozók névsorát, és egy nagyon érdekes névvel találkozunk az adakozók között, nevezetesen Komáromi Jókai Sámuel nevével. Kiderült, hogy ez a Komáromi Jókai Sámuel, ő asztalosként vett részt a templom restaurálásában, és a környéken valószínűleg akkor már nem voltak még iparosok, és ő maga is adakozott. És kiderült, hogy ő nem más, mint Jókai Mór dédapja. Visszatérve a templomunkra, a 16. század közepén a Duna melléke döntően reformátussá válik, és a Bölcske is reformátussá lesz, és a templomot is birtokba veszi a gyülekezet, és a templom egészen 1844-ig áll, ekkor ugyanis lebontják, és emelik a mögöttem látható klasszicista stílusú és jóval nagyobb református templomot.
Thank you.